Segíted, kérem. Tiszteljen engem, kérem. Megszagolni sem tudom. Fogja be, ne mondja ezt, jöjjön ide be. Mi az? Jöjjön szépen, menjen be. Mit akar? Menjen be, menjen, te kínos Istenem. Nézzel, Gilbert, figyeljen. Meg kell értenie, hogy ez nagyon fontos a cégünk számára. Ha mi nem csináljuk, meg Pasquali cége dobja elsőként a piacra. És ez lenne a cégem legesleg utolsó napja. És 800 család utolsó napja, könyörgök magának. 800 család kerül az utcára, gondoljon már erre. Ha ő dobja elsőként piacra, nekünk annyi. Kérem szépen. Hány családról van szó? 800-ról, Aguirre. 800. Mind itt dolgozik? Igen, a cégnél, persze. Aguirre. Egy próbát. Na? Nem mondja semmit. Megkóstolja? Igen. Jaj, maga olyan édes ember. Jól van, kóstolja. Gyerünk. Higgy el, isteni. Ne csinálja ezt, még meglátják. Gyerünk. Óvatosan, még meglátják. És? Mit csinál? Mi ez? Miért vág ilyen képet? Nyelje le! Nyelje le, Aguirre! Szégyelje magát, ugye senki se látta. Ne csinálja ezt velem. Ez undorító. Miért mondja ezt nekem? Ez undorító. Hiszen csodálatos ötlet volt. Mi csodálatos? A Máté tejjel mixelni. Ez valami borzasztó. Csodálatos ötlet volt a Máté. Ki tudod kitalálni egy ilyen borzalmas italt? Miről beszél, Aguirre? Hát én. Akkor értem. Mi? Életében kettő Mátét hívott ki, hát azt én. Aguirre. És erre előjön a teljes Mátéval. Nézd, könyörgök. Mi? Mátéstej. Könyörögve kérem, Aguirre. Próbálja meg. Tegye meg, értem. Aguirre. Aguirre. Értem. Megteszi? Nem. Nem. Akkor a dolgozókért? Aguirre. Kérem. Jó? Mondjon igent. Jól van. Akkor próbáljunk egyet, hát figyelem. Mindenki kész mehet. Felvétel! Jöjjek! Jöjjön bátran! Jó reggelt, édesem! Hogy vagy? Fáradtan. Fáradtan? Igen. Most jön a fejős rész. Igen, gyerünk. Én fejtem egész délelőtt. Tejet fejtél? Ezért én nem megy. A tejet fejik, igaz? Egész délelőtt tejet fejtél. Igen. Jaj, édesem, de hiszen ez időpazarlás. Mert már a teljes életnek köszönhetően ihatunk Máté ízesítésű tejet. Ezzel időt spórolunk, és pénzt is. Friss, frissnek látszik. Mi? Ezért arra gondoltam, hogy most próbáld ki ezt a bámulatos ízt a teljes életből. És a neve? Mátéstej. Szívem, fogd a poharat. Gyerünk, áll, vége! Elég! Nagyon kérem! Édesem, mi van magával? Maga sosem volt még vidéken? Szóra hát, neki, hogy nyugodjon meg, mert így is elég érdekes vagyok. Meg, nem bírom ezt. Nyugalom. Hogyanak békén? Értse meg, hogy ez az ember segíteni próbál nekünk, úgyhogy kérem, ne előttessen semmit. A modell. Fiúk, hagyják őt. Hol van a modell? Azonnal próbálni. Már akarom a modell. Van a modell, Renátor. A modell, uram, én is, de nincs. Azonnal. Egy percen belül itt legyen. Addig, akkor próbáljon csak velem, jó? Jól van. Akkor most mi van? Folytathatjuk a próbát, vagy nem? Ne akarja, hogy megkóstoljam azt a tejet. Miért ne? Mert nem ízlik a tej. Miért nem ízlik? Már megint mi van? Jól van, akkor hozzon nekem tejkirályt. Mi? Hozzon tejkirályos terméket. Aguirre, ezt nem tehetünk. Hozzon tejkirályos terméket, vagy elmegyek. Jó napot! Jó napot, Narita! Hogy van? Jöjjön be! A környéken voltam is arra. De próbáljuk ezt el! Egy 10 fokkal lejjebb a bal hármas. Mindenki a helyére. Itt vagyunk. Csendet kérek! Most előről kezdjük, igaz? Készen vagyunk? Menjen ki. Gyerünk! Menjen, valaki majd segít. Talán az öltöztető, aki ott ül. Csendet kérek már! Na kész! Felvétel! Jó reggelt, édesem! Hogy vagy? Fáradtan! Nagyon fáradtan! Egész reggel tejet fejtem. De örülök, mert a feleségem készít nekem friss
Máté és tejet. Persze, nagyon frisset. Jaj, édesem, ez időpazarlás. Ma már a teljes életnek köszönhetően ihatunk Máté ízesítésű tejet. Ezzel időt spórolunk meg, és pénzt is. Bart. Ó, igen, szívem. Öbekárját! Ez ám a te anyjuk. Jaj, én, uram. A csók. Most jön, amikor csókolóznak. Mi? Hát a csók. Milyen csók? A csók. A csók. Komolyan beszél? Igen, van csók is. Elfelejtettem mondani. Elfelejtetted? Pontosan. Egyére, egyére. Mit csinál? Álljon vissza a tejére. Martinez ellenőriz a fényeket. Igen, uram. Ahhoz, hogy megcsókolják egy nőt, éreznem kell valamit. Mi az a valami? Valami. Például eláll tőle a lélegzetem. Lángra gyújt tőle a testem. Ahogy brazilul mondjuk, un behio e uma carissa de alma. Jól van, folytassuk, most szétszakadhatnak. Azt mondtam, szétszakadhatnak. Carolina Costas megérkezett. Pihenjenek kicsit. Rendező úr, történt pár apró változtatás a jelenetben. A kreatív csapaton végül úgy döntött, hogy csók nem lesz. Vidéki emberek nem öltöznek ki, szavarjék el már. Hogy érzi most magát, jó? Jó, nem öltöznek ki, jól aki. Óvatosan, Alexnek is adj helyet. Hála Istennek. Nem. Jó lesz. Csak egy pillanat, és ezzel csodás lenni. Csak akarok csodás lenni. Természetesnek és frissnek. Igen, persze, így van. Csak friss, az mi? Anélkül fényleni fog az arca, tudja? Ezzel meg sugár. És elfedi az apró hibákat. Menjen oda, rendezzel a... Jól van, elég már. Már frissnek érzem magam. Jól van, elég is lesz, ne idegeskedjen, lesz rosszabb is, nem tettekes. Jaj, Carol, az istenet a szemelmének, édesem. Mindenkitől bocsánatot kérek, rosszul voltam, és el kellett mennem orvos. Jól van, semmi baj, nyugi. Akkor kezdjük is, rendező úr. Kicsoda? Az a modell, akivel a reklámot forgatod. Nem könnyű dolog, de megéri a fáradtságot. Ó, na csak! Nagyon fáradtam. Egész délelőtt fejtem. De örülök, mert a feleségem készít nekem friss mátés tejet. Jaj, édesem, az időpocsékolás. Ma már a teljes életnek köszönhetően ihatunk máté ízesítésű tejet. Megkóstolod? Persze. Nagyon finom. Ezt fogom inni. Ez a Máté és te édesem. Hála a teljes életnek. Vége! Többet ne! Jó, ez van. Tökéletes, Agire. Tökéletes. Végeztünk is. Tökéletes. Ez az. Köszönöm szépen. Jaj, édesem, olyan boldog vagyok, hogy Barbara szabad estét adott nekünk. Ez fantasztikus, nem? Hát, ha megjelenik, ezért a nevét sem. Ez igaz, nem is akartam szóba hozni. Gyerünk, kocincsunk. Okay. Nézze szemembe. És csókolj meg, jó? Ah, Pacsékó! Micsoda... Maga rajtam nevet. Nem. De, rajtam nem. Hogy nevetnék magán? Csodásan csinálta. Igen? Igazán vidéki maguk volt. Maguk városiak olyan mások. Volt. Komolyan mondom. Egy vidéki ember soha az életben nem minden ilyen teljes mátét. Mátés tej? Az még rosszabb, igen. Hozzak mátés tejet? De komolyan. Tényleg nagyon köszönöm önnek. Ugyan, nem érdekes. Igen, még mindig aggódom valami miatt. Miért? Hát, mit fog ehhez szólni Gabriela?
Büszke lesz magára, mégis nem, mit szólna hozzá? Nem hiszem. Ugyan már Agirre, ki tudná azt csinálni, amit maga? Ki áll ki a kamera elé? Hát senki. Így van, hát akkor, amúgy megjegyzem, az sem mellékes dolog, hogy nem csókolta meg Karolinát, nem sok férfi tartózkodna ettől. Én nem csak csókoltam maga. Meg, én nem. Persze, hát pont ezt mondtam. Mit mondott? Azt, hogy nem, persze. Á, hogy ellenálltam, igen, így van. Bizony, és maga az ideális férfi. Kinek? A feleségének. Neki maga az ideális férfi. Persze. Jaj, elfelejtettem. Valamit adni akartam. Ne, csak teljes matét, ne. Megint teljes maté? Az matéstej. Matéstej. Be kell vallanom, hogy... Mit? Jól van, igaza volt, igen. Miben? Én ideges voltam újabban. Igen, tudom, jól ismerem magát. Jól van, ezért azt akarom, hogy megint fogadja el ezt az ajándékot. És mikor csináltatta meg? Elküldtem valakit. Igen? Igen. Egy küldencet. Egy küldencet. Igen. Akkor? Igen. Legyen. És kérem, hogy legyen ez a béke. Jó? Hello! Jól van! Köszönöm! Ezt a dalt szeretném neked küldeni. Neked, Nikó, mert nagyon fontos vagy nekem. És boldoggá teszel, szóval fogadj szeretettel. A veces me pregunto, ¿por qué estoy tan unida a ti y a tu mira? Aggódom Victoria miatt, csak egyszer hívott. Nem mindig ilyen volt. Elég nehéz most neki, nem vetheti a szemére. Lehet, hogy egyedül akar lenni, hiszen ismeri, mind ismeri ő. Na jó, elég volt, most meséljen a reklámról. Meséljen el mindent, látni akarom Agirét a tévében. El se tudod képzelni, milyen boldog vagy. Olyan jól ment. Agire hihetetlen volt. Belehalnál, azt tuti. Olyan viccesen nézett ki parasztnak. De valójában csodálatos volt, és persze vicces. Komolyan mondom, hogy nagyon hálás vagyok. Neki köszönhetek mindent. Ez remek. Agire mindig életeket, mert mindig ott van mellettem, hogy segítsen. Hát igen, ott van magának, és meg is menti, nem igaz? És talán maga meg mégis... Kicsit sokat mondtam. Bocsánat, most elmegyek, viszont... Menj csak. Hát, hogy kitalálok valamit. Olyan üres a fejem. Lássuk. Nem megy, Nora! Nem megy, nem tudok festeni, nem tudok írni, nem tudom, mi van velem, koncentrálnom kellene. Nem akarok a férjemre gondolni, sem a lányomra, sem a családra, sem a cégre. Ezt akarom csinálni, ezt. Ahhoz, hogy jól fessen, koncentrálnia kell. Jaj, Agirre, maga az... Igen. Festeni akar, nem? Igen, de semmi ihlet nem jön, nem történik semmi, érti? Szörnyű. Akkor fessen engem. Hogyan? Fessen le engem, most én az önné vagyok.